Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Olcsó és egészséges, a csapvizet népszerűsítő kampány indult Szekszárdon. Drogbanda, veszélyes szerekkel kereskedtek a gyönki és szekszárdi férfiak. Tarka Marha Fesztivál, 10 000 látogatóra számítanak Bonyhádon a hétvégén. Új látástábor, 8 Tolna megyei alkotó képeit állították ki Kölesden. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A csapvizet népszerűsítő kampányt indít a szekszárdi önkormányzat a helyi ivóvízszolgáltatást is ellátó Erőv ZRT-vel közösen. Azok, akik regisztrálnak a programba és vállalják, hogy palackozott víz helyett csapvizet isznak, üvegkancsot és fémkulacsot kapnak. A szekszárdi ivóvíz egyébként az ország legegészségesebbjei közé tartozik, köszönhetően a 2015-ben átadott Dunai vízbázisnak. Minden szekszárdi családnak is igazolni kell, hogy szekszárdiak szeretnénk adni egy kancsot, illetve egy kulacsot. A csapvíz tárolására alkalmas üvegkancsot és fémkulacsot kap minden szekszárdi család, amelyik regisztrál a város kezdeményezésére. Az önkormányzat így támogatja azt, hogy minél többen igyanak csapvizet, ahelyett, hogy palackozott vizet vennének. 100 tonna petpalack hulladék keletkezik itt Szekszárdon minden évben. Úgy gondoltuk, hogy csökkenteni kellene a keletkezett hulladék mennyiségét, az egyik fő üzenet. Magyarul kevesebb palackos ásvány vizet szeretnénk, hogyha vásárolnának a szekszárdiak, hiszen itt van az új vízbázis, kiváló minőségű a szekszárdi víz. És az ára is sokkal kedvezőbb, mint a palackozott vízé. Míg egy liter csapvíz nagyjából 60 fillérbe kerül, addig az ásványvizek literje közel 60 forint körül mozog. A számítások szerint ez azt jelenti, hogy egy 4 tagú család évi 25 000 forintot tud megspórolni, ha csapvizet iszik. Ujj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 
részét. Ez az ország egyetlen olyan hasonló létesítménye, aminek minden eleme már a tervezéstől kezdve a ma használt legkorszerűbb technológia felhasználásával épült. A csapvizet népszerűsítő kampány részeként ide ingyenes buszjáratokat szerveznek majd, hogy megmutassák, az innen származó csapvíz nem csak tiszta, hanem egészséges is. Alkotó elmébe tartalmaz kalciumot, magnéziumot, fluoridot, nem tartalmaz vasat, mangánt, ami az elmúlt 10 évvel ezelőtti időszakban jellemző volt, és nagyon jó a hőmérséklete, rendszeresen ellenőrzött a csapvíz, mind a saját laboratóriumunk által, mind a hatóság által. A szekszárdi önkormányzat csapvizet népszerűsítő kampányára augusztus 21-e és szeptember 11-e között az Erőv ZRT szekszárdi ügyfélszolgálati irodájában szekszárdi lakcímkártya felmutatásával lehet regisztrálni, a kancsók és a kulacsok pedig ugyanitt lesznek átvehetőek szeptember 16-ától. Havi 40 ezer forint bölcsödei támogatást kaphatnak a munkába álló szülők. Támogatásban az a szülő részesülhet, aki 20 hetesnél idősebb gyermeket nevel olyan településen, ahol nincs bölcsödei ellátás, vagy az igénylők száma meghaladja a rendelkezésre álló férőhelyeket. Emellett rendelkezik bankszámlával és ügyfélkapu hozzáféréssel. Egy szülő több gyermek után is részesülhet támogatásban. Országosan 4 ezer védőnő kap emelt fizetést a napokban, jelentette be az egészségügyért felelős állam titkár csütörtökön. A védőnők több éves bérrendezési programjában a mostani az első emelt összegű kifizetés. A kormány tervei szerint 2022. januárjában a tavalyi alapilletményük 2,5-szeresét keresik majd az ágazatban dolgozók. A béremelés előzménye az volt, hogy július 1-jével a védőnők az egészségügyi szakdolgozói bértábla hatája alá kerültek, így mostantól kaphatják ez alapján a fizetésüket. Még mindig rengetegen használnak készpénzt bankkártya helyett Magyarországon, annak ellenére, hogy a pénzügyminisztérium szerint a gazdaság fehérítésében fontos szerepe van a készpénz használat visszaszorításának. A szaktárca felmérése szerint 3-ból 2 magyar rendszeresen csak készpénzt tart magánál, a bankkártyáját pedig otthon hagyja.
Magyarországon a készpénzállomány eléri a 6000 milliárd forintot, ami az ország GDP-jének a 14%-a. Ebből az összegből 4500 milliárd forint a lakosságnál található. A készpénz nyomtatása, őrzése, szállítása, kezelése is komoly terhet jelent az államnak. Ezeknek a feladatoknak az ellátására évente 450 milliárd forintot fordít a költségvetés. Drogos bűnbandát ítélt el a bíróság Pakson, a hat férfi többféle kábítószert is árult és fogyasztott rendszeresen. A hálózat feje az elosztó Gyönkönél, a többiek szekszárdiak. Leginkább a rendkívül veszélyes új típusú designer drogokkal foglalkoztak, közülük ketten már álltak bíróság előtt kábítószer miatt. A vádlottakat a bíróság aszerint büntette meg, hogy voltak-e már korábban büntetve, illetve mekkora hatóanyagtartamú anyagot foglaltak le tőlük. Ez alapján különböző büntetéseket szabott ki az öt fogyasztó közül, három fogyasztóval szemben felfüggesztett börtönbüntetés szabott ki a bíróság különböző időtartamokban, és kettő fogyasztóval szemben próbára bocsátást alkalmazott. Az ítélet jogerőre emelkedett. Késsel fenyegette a helyi kocsmárost egy férfi bölcskén, nem volt viszont szerencséje, mert a többi vendég könnyedén lefegyverezte. A férfi egy korábbi vitát akart így megtorolni, és a kihallgatása során azt mondta, olyan részeg volt, hogy fel sem fogta, mit csinált. Ettől függetlenül a rendőrök vádemelést javasolnak az ügyben, a támadónak felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt kell hamarosan bíróság elé állnia. Kocsma előtt támadtak rá minden ok nélkül egy 22 éves helyi férfira Tolnán. A támadó egyszer csak odalépett hozzá, és olyan erővel ütötte arcon, hogy a férfi 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrök hamar elfogták a támadót, aki beismerte tettét, a bántalmazásért akár több év börtönt is kaphat. Néhány óra alatt találtak meg egy eltűnt nőt a tamási rendőrök, a szekszárdi kutatómentő egyesület tagjai és polgárőrök Nagykónyiban. A 42 éves értelmi fogyatékos nőt azért kellett keresni, mert egy ismerőse autójából kiszállt és elfutott a kukoricásba. Az összehangolt keresés eredményeként, amiben a szekszárdi kutatómentő egyesület Mancs nevű mentőkutyája és egy drón is részt vett, néhány órán belül pár kilométerre az eltűnés helyszínétől megtalálták a 42 éves nőt, akit a mentők az éjszakai órákban kórházba szállítottak. 19. alkalommal rendezik meg pénteken és szombaton Bonyhádon a Tarka Marha Fesztivált. Az érdeklődőket számos kulturális és szórakoztató program is várja. Koncertekkel, főzőversennyel is készül a város. A fesztivállal egy időben 23. alkalommal rendezik meg a Bonyhádi Állattenyésztési és Állategészségügyi Tanácskozást is. Már zajlanak a 19. Tarka Marha Fesztivál előkészületei Bonyhádon. A település legnagyobb rendezvényét második éve tartják új helyszínen, a katolikus templom előtti nagy kereszteződésben, a régi helyszíntől nem messze. A város vezetése most sajtótájékoztató keretében számolt be a fesztivál programjáról. Minden fesztiválnak a szervezése az előző fesztivál végeztével már megkezdődik, hiszen nagyon komoly, nagy munka, nagy szervező munka, előkészítő munka kell, hogy megelőzze. Azt a siker érdekében mindennek kell tenni, és nagyon nagy összefogásra van szükség, így volt ez az idén is. Az önkormányzat mellé minden évben természetesen az intézményei, köztük elsőként a Művelődési Központ és a cégei, a Bonikom Kft. És a Fűtőmű Kft. Az, amely segíti a rendezvénynek a sikerét. A fesztiválon rengeteg program várja az érdeklődőket. Fellép többek között az Edda művek, a Magna Cum Laude és a jól megszokott főzőverseny is várja a vendégeket. Filóné Ferenc Ibolya szerint fontos az az összefogás, aminek köszönhetően meg tudják rendezni évről évre a fesztivált. Nagyon sokat tettek azért, hogy sikeres legyen ez a hétvége, én bízom benne, hogy így is lesz. Mindenki jól érzi majd magát nálunk, akár a bonyhádiak, akár pedig ide a fesztiválra látogatók. A Tarka Marha Fesztivállal egy időben 23. alkalommal rendezik meg a Bonyhádi Állattenyésztési és Állategészségügyi Tanácskozást, ahol az érdeklődők és az állattenyésztők különféle előadásokat hallgathatnak meg szakemberektől, mondja Füller Imre, a Magyar Tarka Tenyésztők Egyesületének ügyvezető igazgatója. Eddig minden évben nagyon illusztris vendégek érkeztek hozzánk, ez nem lesz másként az idejében sem. A helyettes államtitkárasszony kezdi majd az előadással, dr. Juhász Anikó, aztán dr. Tasi Julianna a rétlegelőgazdálkodásról fog beszélni, és az előadás sorozatot, vagyis a harmadik előadónk dr. Gyulai
Gyula lesz. A 19. Bonyhádi Tarkamarha Fesztivált augusztus 9-e és 10-e között rendezik meg. A város vezetése 10 000 látogató érkezésére számít. Civil közösség indít önkormányzati képviselő jelölteket Bonyhád mind a 8 választókerületében az októberi választáskor. A márciusban alakult Egységben a Városunkért Egyesületnek polgármester jelöltje is lesz, hangzott el a bemutatkozó sajtótájékoztatójukon. Az egyesület tagjainak az aktív közéleti szerepvállalás mellett a céljaik között szerepel, hogy a városban élők mindennapjait meghatározó témákban folyamatosan hallassák a hangjukat. Az ellenzéki pártok azok támogatták az egyesület munkáját, így a Jobbik, az LMP, a DK, az MSZP támogatja ők, képviselőik, az elnökség tagjai is, ezen kívül civil szervezetek is, és ami nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Momentum az Bonyhádon nem indít önálló képviselő jelölteket. Először rendezték meg Tolna megyében az új látásképzőművészeti tábort. 8 alkotó vett részt az egy héten át tartó alkotási folyamatokban. Ennek az eredményét tekinthették meg az érdeklődők a Kölesdi Kisvármegye házán. Augusztus első hetében ért véget az új látásképzőművészeti tábor Kölesden. Az alkotók többek között ilyen képeket készítettek az egyhetes program során. Könyv Kata, a tábor vezetője azt mondja, a szép környezet mindenkire inspirálóan hatott. A volt Vármegye háza udvarán rendeztük be a kiállítást, tekintve a jó időre, illetve arra, hogy mégis minket is ez a tér inspirált. Tehát, hogy itt alkottunk egy hétig, és így kontextusba kerülhet a helyszín az adott művekkel. Az új látástábor a területi és településfejlesztési operatív program keretében valósulhatott meg, a helyi identitás és kohézió erősítése pályázat részeként. A tábor célja az volt, mondja a Tolna megyei önkormányzat aljegyzője, hogy a művészeket közelebb hozza egymáshoz és a Tolna megyében élőkhöz. Ez a pályázat, ez 2021 tavaszáig 3 éven keresztül fut, és 8 település részvételével, közösségfejlesztési, irodalmi, képzőművészeti, zenei és értéktári vonalon valósítjuk meg a programjainkat. Az új látástáborban 8 Tolna megyei elszármazott alkotó dolgozott egy héten keresztül, közülük 7 festéssel foglalkoznak, és egy szobrász is bemutathatta alkotásait a Kölesdi Vármegye át. Regionális híreink következnek. Magyar falu program, több mint 20 kilométernyi útszakasz újul meg Baranyában. Termálfűtött kertészet, 2,5 milliárdos beruházás a Somogy megyei táskán. Miénk itt a tér, pályázati pénzzel segítik a zöld területek növelését Pécsen. Több mint 20 kilométernyi útszakasz újul meg Baranyában. A Magyar Közút által üzemeltetett úthálózatot a Magyar Falu programban korszerűsítik. Az első ütem már elkezdődött, melyben 7 szakaszon végeznek munkálatokat a szakemberek. A Magyar Falu program keretében éves szinten országosan 50 milliárd forint értékben valósulhatnak meg teljes körű útfelújítási projektek. A beruházás első ütme már elindult, Baranya megyében 7 szakaszon, összesen 11,3 km hosszan újulnak meg az utak. A szakaszok hosszától függően 2 és 3 hónapos átfutási idővel kell számolni, tudtuk meg a Magyar Közút Baranya megyei igazgatójától. 2 szakaszon már dolgoznak a kivitelezők, a Pécsvárad Berkedi összekötő úton, Szilágy és Berkes közötti 1,8 kilométeres szakaszon, illetve a Mekényes Mágocsi összekötő út Mágocsi 500 folyóméteres szakaszán már folynak a munkálatok. Ezen a térképen pirossal jelölték azokat a szakaszokat, melyek a program első ütemében valósulnak meg. Az összefoglaló projektlista és térkép egyébként elérhető a közút honlapján. A komplex felújítás során azokat az utakat újítják fel, melyek teherbírási képessége már elavult. A sor kerül a pályaszerkezetnek a teljes cseréjére. Valamennyi útszakasz teljes hosszába és szélességében értelemszerűen új aszfaltkopó réteget kap, és a vízelvezető rendszert is rendezi a kivitelező, tehát a patka építés mellett sor kerül az útmenti árkoknak a tisztítására is, illetve új forgalomtechnikai elemek kerülnek kihelyezésre. Az első ütemben végzett munkálatok mintegy 980 millió forintból valósulnak meg. A második ütemben további 5 útszakasz felújítását végzik a szakemberek, mely 9,3 km-en zajlik majd.
Termálfűtéses kertészet épül a Somogy megyei Táskán. A 2,5 milliárdos beruházás várhatóan 2020 tavaszára készül el. A termálvízzel fűtött üvegházakban bioparadicsomot termesztenek majd az év minden napján, hektáronként 400 tonnát. 600 méteren kívül kell lenni, azért, hogy a levédett vízbázis az mindenképpen rendelkezésre álljon a falunak. A majdani biokertészet öntözését magyarázza a Gadányi István polgármester Táska határában. A tereprendezési munkálatok már megkezdődtek, hamarosan a termálkutak fúrását is megkezdik. A terület, amit itt láthatunk, ahol megy a munka is, ez 6,2 hektáros terület, ebből 4 hektáron valósulna meg üvegházi kertészet. Az üvegházak nagysága, tehát magasságára való tekintet 9 méter magas lenne, és ebbe a fő növénytermesztés a paradicsom lenne. A tervek szerint 3 hidegvizes kút biztosítja majd az öntözést, és 2 új melegvizes kutat fúrnak a már meglévő 2 mellé. A beruházás egy kaposfői és egy fonyódi céghez köthető, ők azonban nem kívántak nyilatkozni. Táska polgármesterétől azonban megtudtuk, a kertészet jelentős változást hoz majd a térség foglalkoztatottságában. Tervek alapján, akik a kertészetben, vagyis az üvegházban dolgoznának, 20 nő lenne és 10 férfi. Ezek azok az emberek, akik majd fel lesznek készítve szakmailag, tehát valamilyen tanfolyamat el kell ahhoz végezni, hogy ezt a feladatot el is tudják látni. A 30 fős kertészeti csapat mellett lesz egy 10-15 fős műszaki technikai személyzet is. Az üvegházak várhatóan februárra készülnek majd el, és megkezdődhet a növények betelepítése, tavasszal pedig az első bioparadicsomok szüretelése. Zöld területek kialakítását segíti az a pályázat, amiről Pécs pénzügyi bizottsága döntött. Összesen 30 millió forinttal segítik, hogy több növény legyen a városban. A pályázatokat már szeptemberben elbírálják, hogy októberben megindulhasson a munka a nyertesekkel. Ez a Konzum irodaház üveg és beton homlokzata, de akár növényeket, igazi függőkertet is telepíthetnek majd ide egy most meghirdetett önkormányzati pályázat alapján. Itt ugye, akik itt állnak a Konzum előtt, biztos vagyok benne, hogy fognak örülni annak, hogyha azt láthatják, hogy a gazdasági szereplő is tesz azért, hogy ők itt ne fulladjanak meg mondjuk a megállóban. Ez ösztönözheti például ennek az épületnek a tulajdonosait, hogy növeljék a zöld felület nagyságát, mondta kérdésünkre a pécsi zöldügyi biztos. Ő és jelölő szervezete szorgalmazta, hogy Miénk itt a tér címmel írjon ki pályázatot az önkormányzat a pécsi növénytelepítések növelésére. A pályázatnak az a lényege, hogy 30 millió forintos keretből pécsiek közösségei, legyen gazdasági, civil szervezet vagy éppen lakásszövetkezet, tudnak arra pályázni, hogy amit kiszemelnek közteret, ott zöldíthessék valamilyen módon, akár függőlegesen befutatva a falfeleteket, vagy akár mondjuk az elhagyott játszóterek, illetve dühöngőknek nevezett helyeken kialakítva olyan zöld feleteket, ahol ők jól érzik magukat. 2 évig kell ezeket a zöld területeket gondozniuk a nyerteseknek. Szeptember elején kell beadni a pályázatokat. Egy szervezet minimum 100 000, maximum 500 000 forintra pályázhat. Az összegnek legalább 20%-át növényekre kell költeni. Christmas visszatérésével teljes a pécsi NB1-es férfi kosárlabda csapat kerete. A bajnoki rajt előre láthatóan szeptember utolsó hétvégéjén lesz, nagy valószínűséggel a Szeged ellen hazai pályán, a nemzetközi szereplést pedig október 23-án idegenben kezdi meg Csirke Ferenc együttese. Pongó, Bíró, Ruják, Antoni, Dragasevics, Diggs, Csirics, Budimir, Horti, Aiken, Chris Smith és Kocsis Zalán. Ezzel a 12-es kerettel vág a 2019-20-as bajnoki idénynek a tavalyi bronzérmes PVSK Veolia. Az 5 légiós igazolására a kupa szereplés miatt volt szükség. A célok nem változtak, a vezetőség mindenképpen a felsőházba várja a csapatot. A felkészülést augusztus 2. felében kezdi meg a teljes keret. A bajnoki rajt az nagyon várhatóan a szeptember utolsó hétvégén, péntek, szombat, vasárnap valamelyik nap fog indulni, és úgy néz ki, hogy hazai pályán kezdünk, előreláthatólag a Szegeddel, de még a konkrét sorsolásunk ugye nincs meg. A nemzetköziben pedig ugye volt egy sorsolás Münchenben, ahol személyesen részt tudtam venni, ott sincsen a csoportunkban úgy konkrét ellenfél, hogy nem tudjuk, hogy a
a selejtezőkben játszó csapatokból kik jutnak tovább, de úgyhogy várható portugál, holland, szlovák, bolgár, még egy holland vagy egy svájci ellenfél is. A PVSK Veolia a FIBA Europe Cup sorsolásán az A csoportban kapott helyet. A három ellenfél közül az egyik a Bajnokok Ligája második selejtező köréből kerül majd ki. Ez lehet portugál, holland vagy montenegrói gárda. Szintén a BL-ből, de az első selejtező körből érkezik egy szlovák vagy svájci csapat, illetve ebben a négyesben szerepel majd egy bolgár vagy holland együttes a FIBA Europe Cup selejtezőjéből. A PVSK Veolia minden bizonnyal október 23-án idegenben kezd majd. Segíti az állóképességet és önbizalmat is ad a mozgás, vallják a kaposvári jazz és modern tánc tábor résztvevői. Az egyhetes programon nem csak koreográfiát tanulnak a gyerekek, hanem a tánc szabadsága által improvizálnak is. A cél, hogy megszeressék ezt a mozgásformát. A jazz és modern tánccal ismerkednek a fiatalok a Bód és Nagy Katinka stúdió programján. A kaposvári táborban kezdők és már gyakorlottabbak egyaránt mozognak. A mozgásnak több pozitív hatása van a mindennapokban, mesélt az egyik résztvevő. A memóriát nagyon jól fejleszti, hogyha koreográfiát tanul az ember, meg igazából csapatjátékos lesz tőle az ember, hogyha a csapatban táncol, a kiállást fejleszti, nagyon szerintem önbizalmat ad, meg így igazából így a stresszt ugye nagyon jól oldani, nálam legalábbis. A jazz és modern tánc azonban még kevésbé ismert a megyeszékhelyen. Ez is egy ilyen kicsit misszió a gyerekeknél és a leendő közönségnél is ezt megismertetni és megszeretetni, úgyhogy ezt így a jazzen keresztül és a baletton keresztül jutunk el odáig. Illetve a kortásnak van egy olyan csodálatos része, amit talán láthattok, hogy nagyon sok természetes mozgást használ, ami gyerekeknek valószínűleg jól esik. Azt látom, hogy jól esik. A tánc szabadsága adja az improvizáció lehetőségét is, ami könnyebbséget jelent a gyerekeknek. Nem olyan tánc, amiben mondjuk, hogy a versenyre megyünk, akkor, hogyha elfelejtjük, akkor nem kell csinálni mondjuk két forgást, meg nem vonnak leérte pontok. Nincsenek megadva, igen, szóval tényleg olyan. A tánctáborban nem csak koreográfiát tanulnak a résztvevők, hanem önmaguk mozgáskultúráját is megismerik. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Olcsó és egészséges, a csapvizet népszerűsítő kampány indult Szekszárdon. Drogbanda, veszélyes szerekkel kereskedtek a gyönki és szekszárdi férfiak. Tarka Marha Fesztivál, 10 000 látogatóra számítanak Bonyhádon a hétvégén. Új látástábor, 8 Tolna megyei alkotó képeit állították ki Kölesden. Pénteken igazi strandidőre készülhetünk, 30 fok körüli maximum hőmérséklettel, sok-sok napsütéssel. Csapadék nem várható és gyenge lesz a légmozgás. Az esti, valamint az éjszakai órákban is eseménytelen, csillagfényes idő vár ránk, és már kevésbé frissül fel a levegő. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, viszontlátásra!